Nem semmi bizony, csupán a taps visszhangja alapján megbecsülhető a baji szőlőhegybe rejtett óriási borospince nagysága. Az építmény méretéből adódóan is különleges, ráadásul az átlag halandók számára zárt, utóbb csak filmsztárok és szuperprodukciók stábjai láthatták, meg egy-egy baji boros rendezvény látogató közönsége. Csinálj valamit! Ez a királynőz műve. Mindketten meghalunk! Hibáztasd a fiatal! Legutóbb itt forgatták a Vaják című filmsorozat most látható jelenetét. Eljöttél a meglepetés gyermekért. Nem igaz? Épp ellenkezőleg. Csak annyit mondj, hogy a fiú biztonságban van, és már tovább is állok. Fiú? Ő lány. Komárom-Esztergom megye nyugati részén Tata közelében járunk. A baji szőlőhegy a Neszmélyi borvidékhez tartozik. Agyagos talajon nehéz jó bort termelni, de a gazdák itt mégis sikerre vitték. A kitűnő nedűknek évszázados hagyománya van. A délies lejtőkön termett borokat messzi földre, külföldre is szállították az Esterházy birtokról. A hétvégi házak közül alig tűnik ki ez a kis sárga épület, pedig több mint 250 éves. Az Esterházyak családi pincéjében egy pompás domborművekkel díszített 1760-as prés áll. Ám ha a kis pince szomszédságában lévő domnál beereszkedünk a földbe nyíló, nem túl bizalomgerjesztő bejárathoz, egy lenyűgöző méretű, különleges kialakítású pincébe jutunk. A látogatók ritka szerencsések, most éppen a baji bornap eseménye kapcsán nyernek bebocsátást. Kalauzuk Hauser Tibor, az Esterházy szőlő és bortermelő közösségi egyesület elnöke. Amikor ezt megépítették, 40 ezer akósra tervezték. A 40 ezer akós nagyon nagy szám, 2 milliónál több liter bort terveztek, hogy ide belaknak. Minek 2 millió liter bor az óriási pincébe? Avagy minek akkora pince, hogy ennyi bor elférjen benne? Ez Dézsma pincének hívták igazából, mert az egész baji hegyet a gróf kiadta bérbe, és mindenkinek nem pénzbe kellett fizetni, hanem borba. Tehát kötelező volt művelni a szőlőt mindenkinek, tehát nem volt olyan baj ember, hogy nem művelt szőlőt, kötelező volt neki, és ezáltal a Dézsma bort kellett leadni, és avval töltötték fel itt a pincéket. A Dézsma bor általában rossz minőségű ital volt, mert a termelők érthetően igyekeztek a legrosszabb borukat odaadni. A gyakran vizezett nedűt a földesúr az általa fenntartott ivókban mérette ki, s mivel ez igen jövedelmező volt, igyekezett minél több liternyi dézsmát beszedni. Már is érthető, mire kellett, s miből épült ez a grandiózus létesítmény. Ezt a pincét a Esterházyak 1754-ben terveztették meg felnevelkabbal. Baj a tatai uradalomhoz tartozott, melynek 1727-ben a mai kikamalduli kolostort is építtető Esterházy József lett a tulajdonosa. Az ő utódai idején létesült a pince. Fellner Jakab halála után Gött Antal fejezte be az építkezést 1798-ban. Akkor rakták be az első hordót is, az első nagy hordót, amely 1250 akos volt, az 78 ezer liter. Ez Budapesten készült fehér tölgyből, onnan hozták ide le, és itt építették fel. 30 évig volt ez a hordó itt a pincében, 1803-ban készült ez az első hordó, utána 1831-ben készült a második hordójuk, a 2150 akos nagy hordó, amelyik akkor Közép-Európa legnagyobb boros hordója volt. Egészen 1945-ig. Hallottunk eleget a szovjet katonák véghez vitte barbár pusztításokról, nos, itt is ez történt. Harckocsival begurultak a pincébe, és összezúzták ezt a hatalmas hordót. Bizonyára komoly ellenséget láthattak benne. Eltévedni nem is lehet a visszhangzó járatokban, azért némi bolyongásra lehetőség nyílik. Alaprajza egy soklábú pókéra emlékeztet. A nyolc szögű középtérből 7 dongaborkozatos ág indul ki. Ez 19,5 méter átmérőjű.
8 szögletű, 14 ágú. Kettes éve vannak az ágak hossza megcsinálva, és a kettő között vannak a összekötők, és azért van a 14 ág, mert minden egyes összekötő is egy ágnak számít. A leghosszabb 48 méter hosszú ez a szemben lévő ág, amely 6,5 méter az alsó átmérője, és 4 méter magas. A központi kupola alatt állva úgy érezhetjük, egy kicsit a római Pantheon furcsa föld alatti mása a létesítmény. A kupola része az esztergomi bazilikának a szentély fölötti kupolájával egyezik meg. Ekkora méretek ismeretében már érthető a tapsunk félelmetes visszhangja. Még egy kicsi történelem. A pincét az 1960-as évektől Rákóczi pincének hívták, mert idehoztak egy újabb óriási 78 ezer literes hordót Sárospatakról, melyen a fejedelem képmása volt. Ez a nagy bortároló 2000 körül elkerült innen. Légiósok! Az egyik hordóban titkos fegyver lapul! Kettős jelszavunk módszeresen! És rendszeresen! Persze hordóban nem csak bort, hanem varázsitalt is lehet tárolni. Legalábbis így volt ez az Asterix és Obelix Isten óvja Britanniát című játékfilmben, melynek egyes részeit itt forgatták. Végre! Egy hasonsűrű drága csimbora! A pince most a Hilltop borászat tulajdonában van, de nem csak Gerard Depardieu teheti ide be a lábát, időnként hétköznapi embereknek is felgyulladnak a reflektorok. Ilyenkor, amikor nagyon rendezvény van, akkor a polgármester úr elkéri a kulcsot a tulajdonostól, és akkor én szoktam jönni ide tárlatvezetésre, és akkor megnézheti a nagy közönség, amúgy nem. A baji Esterházy nagypincének alig halkat párja az országban. Vélhetően ez hazánk legnagyobb téglából kirakott barokkori boros pincéje. Zárásul pedig csendüljön fel egy bordal a Gyermei Dalárda acélos hangú férfiújtól, abban a reményben, hogy ezt a páratlan akusztikát egyszer majd a nagy közönség is naponta élvezheti, miközben megcsodálja barokk építészetünk eme löszbe rejtett kuriózumát. Szép az ár.